1000-nél is több migráns torlódott fel a szerb-észak-macedón határ közelében. A fokozott rendőri intézkedések miatt ugyanis egyre nehezebben tudnak átjutni az országon. Közben egyre nő a feszültség közöttük. Egy marokkói migráns az M1 stábjának arról beszélt, már az afgán maffia is megjelent közöttük. Fiatal férfiakból álló csoportok közlekednek a szerbiai Preševóban található befogadó központ környékén. Az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a migránsok száma ebben a térségben is. Ezzel együtt pedig a feszültség is nőtt közöttük. Mostanra nem csak a rendőrökkel, hanem egymással is egyre többször kerülnek összetűzésbe. Problem in the camp. Sok problémánk van itt az emberekkel. Én a jobb élet reményében keltem útra. Magyarország felé megyek, onnan akarok eljutni Franciaországba. Nagyon nehéz az út, most már a szerb rendőrség sem engedi, hogy folytassuk az utat, mondta ez a marokkói migráns. Ám ez is eltörpül egy másik, sokkal nagyobb probléma mellett. Egy marokkói migráns arcát maszkkal eltakarva arról nyilatkozott az M1 stábjának, hogy már az afgán maffia is beférkőzött köreikbe. Igen, nagyon sok a probléma. Nagyon sok szíriai van itt, de marokkóiak is, pakisztániak is vannak. A migránsok meglopják egymást, sok a tolvaj az erdőben is. Az afgán maffia is jelen van közöttünk, ami szintén tovább nehezíti a dolgunkat, vallotta egy marokkói férfi. A Preševói befogadóközpontban jelenleg is több mint 1000 migráns tartózkodik. Itt a szerb-észak-macedón határnál több okból is átalakulni látszik a migrációs helyzetkép. Ez annak a következménye, hogy a magyar-szerb-osztrák migrációs csúcstalálkozón az országok vezetői sürgették, hogy az Európai Unió védvonalát tolják délebbre. De Szerbiában nem csak itt súlyos a helyzet. A befogadó központokban az illegális bevándorlók száma már a 4000-hez közelít. Ennél azonban jóval többen is tartózkodhatnak az országban. Mind arra várnak, hogy az Európai Unió területére szökhessenek. Tervüket pedig mielőbb meg akarják valósítani. Ezért, ahol csak tudnak, próbálkoznak. A magyar határ közelében is folyamatos a jelenlétük. Az elmúlt 24 órában közel 500 próbáltak meg illegálisan átszökni Magyarország, ezzel együtt pedig az Európai Unió határán. Kapcsolunk élőben Preševóba, a befogadók központ közelében van Tóth Diana. Szervusz, ti mit tapasztaltok? Valóban megnőtt a migránsok száma? Jó napot kívánok! Egyértelműen azt tapasztalható, hogy jelentősen megnövekedett az illegális bevándorlók száma a környéken. Korábban csak átutazóban voltak a városban a migránsok, mostanra azonban nagymértékben változott a helyzetkép. A közeli befogadó központ is kapacitáson felül működik. A legnagyobb nehézséget most az okozza a migránsoknak, hogy nehezen tudják folytatni az útjukat innen, ugyanis a rendőrök folyamatosan feltartóztatják őket. A helyiek nem örülnek a kialakult helyzetnek. Stábunknak arról számoltak be, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a lopások és a betörések száma is a környéken. Tóth Diana, köszönjük szépen!